amikor a gyakorlati tudásod gyarapításáról van szó, bizony jól jöhetnek a tippek és trükkök. Azonban van egy eset, amikor ezek sokkal inkább zsákutcába vezetnek, mint fejlődéshez, úgyhogy ebben a részben azt nézzük meg, hogy mi kell ahhoz, hogy a tippek és trükkök valóban segítsék a fejlődésedet, és ne pont ellene tegyenek. Szeretettel köszöntelek, én Nyíri vagyok, kutyások személyes fejlesztésével foglalkozom, és én találtam ki a Legyél Mindig Kutyás rendszert. A tippek és trükkök témáját, illetve az, hogy, hogy ezek hogyan fognak hatni a fejlődésedre, egy közelmúltbeli beszélgetés juttatta eszembe. Az történt, hogy összeakadtam egy kutyással, és csak röviden beszélgettünk, és nagyon hamar kiderült, hogy én foglalkozom agility amire azt mondta az illető, hogy ó, hát azt ők is kipróbálták, olyan jól hatott a kutyájára, meg annyira élvezte és ügyes is volt benne, csak az volt a baj, hogy ez a láb között indítós dolog annyira kényelmetlen volt, mert hogy az ő kutyája ehhez túl magas, hogy inkább hagyták a fenébe az egészet. És mind a kettőnknek mennünk kellett a dolgunkra, és ez a beszélgetés itt ennyiben maradt, és akkor bennem csak annyi csapódott le, hogy valami furcsa, de nem állt össze, hogy tulajdonképpen... Uh, mi nem stimmel, és csak amikor utána gondoltam, akkor állt össze, hogy valójában mit is hallottam, és mennyire komolyak voltak a következmények. Ha nem vagy nagyon járatos az agility akkor egy picit részletesebben elmondom, hogy, hogy mire is vonatkozott mindaz, amit az illető elmondott. Ezzel a, a, túl magas volt a kutya a lábközt indítós dologhoz. Um, Akár versenyen, akár edzésen mindig úgy kezdődik a munka, hogy uh, valahogy a kutyát és a felvezetőt el kell helyezni az első akadályhoz képest valahol, a kutyát az első akadály előtt a felvezetőt meg, uh, meg ott, amit ő választ, és onnan kezdődik meg a munka. És uh, ha megnézed, hogy ennek mi a célja, akkor tulajdonképpen kettő dologról van szó. Az egyik az az, hogy a kutyát úgy szeretném letenni az első akadály elé, hogy neki azt könnyű és biztonságos legyen hibátlanul megugrania, illetve amennyire csak lehet, ő arra az ívre, arra az egyenesre kerüljön rá, amin utána neki a többi akadály felé mozognia kell. Ezen kívül azt is szeretném elérni, hogy amikor ő oda kerül az első akadály elé, akkor megfelelő figyelmi és érzelmi állapotban van. És mivel már ezt így elsorolni is egészen sokáig tartott, hogy mi minden célja van annak, ahogyan neki kezdesz ennek a dolognak, így kezdhet a teszemed előtt is kirajzolódni, hogy ez nagy valószínűséggel a kevésbé sem egy random dolog, illetve ha random módon történik, akkor lehet ránk számítani, hogy nem annyira fog jól működni. Hát ez tökéletesen így is van, tehát azok a rajtok ö, működnek jól, amikor ez ö, szépen fel van építve, és ezért úgynevezett rajtrituálékat ö, használunk ami egy ilyen többé-kevésbé uh, meghatározott esemény sorrend, hogy mi minden fog történni azelőtt, hogy neki indulunk a, a pályán dolgozni. És amire az illető utalt ez a um, kutya a lábam köz dolog, rögtön meg fogom mutatni, hogy, hogy konkrétan értsd, hogy miről van szó, ez egy lehetséges rajt right rituálé. És amit fontos látnod, hogy az ő esetében az történt, hogy ő ezt az egy lehetséges rajt right rituálét tanulta meg ott, ahol ő próbálkozott az egilitivel, vagy ezzel találkozott, ez volt az egyetlen, amit ismert, és mivel ez neki nem volt kényelmes, uh, neki nem volt ezt jó csinálni, viszont semmi más lehetőséget nem látott, hogy mit lehetne ehelyett tenni, ez oda vezetett, hogy hagyta a fenébe az egész sportot. Amiről egyébként azt mondta, hogy a kutyának jó volt, jól hatott és szerették csinálni. Tehát volt egyféle lehetséges megoldása, ami neki nem működött, ami egy pillanat alatt, vagy legalábbis valamennyi idő alatt elvezetett oda, hogy eldobott miatta egy egész sportot. Valljuk be, hogy ez egy kicsit így drámainak hangzik. Sage, gyere, hozd a labdát! Ide. No, szóval ez a láb közé veszem a kutyát dolog, ez arról szól, hogy képzeld el, hogy itt van előttem egy egiditi akadály, ő a pályának az első akadálya, és én most azt szeretném elérni, hogy Sage úgy kerüljön ez elé az akadály elé, hogy könnyű neki teljesíteni, és egyébként megfelelő érzelmi és koncentrációs állapotban van, és erre én azt a lehetőséget választom, hogy a lábam közé veszem a kutyát. Sage, gyere búj! Ezzel ugye az történik, hogy a kutya abba az irányba pozícionálódik, egy szükség szerint, amerre én ülök, illetve én állok, arra fog ő ö, nézni. Lelépek a kutyáról, és csinálhatom azt, hogy indulok itt mellőle, följöhetek ide a kutya közé, meg az elképzelt akadály közé, Sőt, azt is csinálhatom, nem megyek nagyon ki a képből, de képzeld el, hogy itt van köztünk az akadály, és akkor a, a, akár én a kutya, kutyát az akadály túloldaláról hívom. Mehetsz tiéd, és hogyha van egy kellően nagy kutyád, egy kellően nagy marmagasságú kutyád, és mondjuk te kellően alacsony vagy, akkor lehet, hogy ez ilyen marha kényelmetlen, mert nem térmagasságban kerül a kutya, hanem valahova ide fél combhoz, és azt már nem kényelmes csinálni. Igen, de én most így csak arra vállalkozom, hogy megmutatok neked még egy három-négy alternatívát arra, hogy mi mást lehet csinálni, csak azért, hogy értsd pontosan azt, hogy ez, hogy a lábam közé veszem a kutyát, ez egy lehetőség a sok közül. Szégy, gyere! Mutatom azt, amit én csinálni szoktam. Gyere, püpi! Ad ide! Köszönjük! Én azt csinálom, hogy a lábam mellé veszem a kutyát, nem én állok szembe az akadályjal, hanem én oldalra helyezkedek annyival, hogyha ha mellém megérkezik a kutya, akkor ő pontosan a megfelelő ívre uh, találjon rá, meg a megfelelő távolságban legyen ahhoz, hogy, hogy uh, biztonságosan és könnyedén tudja venni az első akadályt. Én azt is szoktam csinálni, hogy kérek egy magas hentacsot, ez azt csinálja, hogy hátratolja a kutya a testsúlyát a, a hátsó lábaira, és ezáltal megint könnyen és biztonságosan tud. Uh, ugrani, és innentől megint mindent meg tudok csinálni, amit mutattam az előbb, hogy indulhatok a kutya előtt, vagy mellől, indulhatok a, a kutya meg az akadály között, meg beállhatnék az akadály, képzeletbeli akadályunk túloldalára is. Mehetsz tihet! Ez egy másik lehetőség, ami tudja pontosan ugyanazokat a dolgokat, amiket a, a, az elején megbeszéltünk. Szerintem, szóval, gyere csak! Aztán simán lehet azt is csinálni, gyere Püpi, hogy ezt az egészet én mozgásban tartom, megfogom a kutya melkasát, és nem megyek sehova, hanem innen futunk. Tiéd. Ez is tudja pontosan ugyanazokat a dolgokat. Sőt, valójában azt is csinálhatom, Szincs. Gyere. Gyere. hogy mozgásban tartom a kutyát, beállítom a megfelelő pozícióba, megkérem, gyere csak, megkérem, hogy álljon meg, áll, és eljövök. Tiéd, sőt, ha kellően kicsi kutyád van, ezt szégyen nem fogom megmutatni, mert 29 kilóhoz nem vagyok elég jó karban, de azt is simán megteheted, kis testű kutyákkal nagyon sokan csinálják, hogy a hónod alatt viszed be a kutyát a pályára, teljesen szabályos, meg lehet csinálni. Ölben hozod a kutyát, és leteszed oda, pontosan, ahol szeretnéd, hogy legyen. Érdekes módon én akkor sem használtam az ölbe becipelő módszert, amikor a 4,5 kg zsuszkárommal versenyeztem, én vele is pontosan ugyanazt csináltam, amit Szégyel, hogy magam mellé vettem, és, és úgy állítottam a megfelelő rajt pozícióba. És simán lehet, hogy még van egy rakat lehetséges megoldás, olyat is láttam már versenyen, hogy valaki tök messzi leteszi a kutyát, vezényel egy Többé-kevésbé helyben maradást, és azzal számol, hogy a kutya folyamatosan halad az első akadály felé, és abból a mozgásból fogja elindítani a kutyát. Tehát tényleg egy rakat. Uh megoldás van, ami mind-mind-mind ugyanazt szolgálja. És ez mind-mind lehetséges tipp és trükk, és azáltal fogsz választani közülük, hogy érted, hogy mit szeretnél elérni, tehát mire van ez az egész rajt uh, rituálé dolog. Ugye azt mondtuk, hogy a kutya rátaláljon a megfelelő uh, vonalra, és biztonságosan, könnyedén tudjon ugrani. És mivel ez az egész föl van építve, megfelelő érzelmi és figyelmi állapotban kerüljön oda, meg emellett egyébként ö, ott van az, hogy mekkora a kutya, és mekkora vagy te, és ez a kettő hogy aránylik egymáshoz, meg lehet még egy rakatszempont, szempont, de a lehetséges tippek és trükkök közül tudsz választani. Azáltal, hogy érted a miértet. És érted azt, hogy ö, mi az, ahogyan erre válaszol az a megoldás, amit te éppen uh, megismersz, vagy amit használni próbálsz. És ez az, amire a bevezetőben utaltam, hogy előfordulhat az, hogy egy tipp és trükk nem a fejlődésedet szolgálja, hanem bevezet egy zsák utcába, amikor mindenféle magyarázat nélkül, anélkül, hogy értenéd, hogy mire való ez az egész, a, mi a probléma, amit meg akarok oldani, és erre egyébként hogyan megoldás az, amit én csinálni próbálok, csak egyszerűen mechanikusan ismétled, mert nálunk mindenki úgy szokta, hogy már pedig berakja a kutyát a lába közé, nem értjük, hogy minek, nem értjük, hogy ez, ez hogy megoldás arra, amit meg szeretnénk ugrani, csak így szoktuk csinálni, akkor ez simán bevihet akár olyan mértékű zsákutcába is, hogy azt mondod, hogy ez így marhaság, és nem csinálod magát a sportot. És akkor ha ezt megnézed egyel tágabb kontextusból, ezt hívják úgy konkrétan, amikor csinálsz valamit, és, és, bízol benne, hogy ez elvezet egy, egy megoldásra, anélkül, hogy értenéd, hogy ez az egész hogy működik, hogy mágikus gondolkodás. Ez az, ami a kisgyerekekre jellemző, hogy ez a megpördülök a tengerem körül, akkor majd biztos kezdődik a mese a tévében, azért, mert egyszer volt ilyen, akkor biztos ez mindig így lesz. Na most ez ugyanaz, hogyha én azt láttam, hogy így kell elindítani a kutyát a, a rajt előtt, hogy a lábam közé veszem, és, és akkor majd biztos szép lesz, meg jó lesz. Ez ugyanúgy mágikus gondolkodás. És a mágikus gondolkodással az a nagy baj, hogy uh, nem fog neked megoldást jelenteni, akkor nem fog téged segíteni, akkor, amikor valami miatt nem jól működik. Mint például túl nagy a kutya ahhoz, hogy kényelmesen betegye az illető a lábai közé, és mivel semmiféle megértése nincs arról, hogy mi miatt akarja ezt az egészet csinálni, és ez hogyan szolgálja azt, amit ő el akar érni, hát ha ez nem működik, akkor ez az egész marhaság, és hagyja a fenébe az egészet. Ez a veszélye. És uh, gondolhatnád, hogy ez ilyen biztos csak a kutyázásban létező jelenség, Hát egyáltalán nem. Van egy nagyon vicces anekdota ezzel kapcsolatban, ami arról szól, hogy van egy család, ahol uh, van egy ilyen családi recept, a, a, a családban mindenki, aki főz, így tanulja el uh, egymástól, és arról szól, hogy oldalast kell megsütni egyben, és uh, a fő lényegi elem, amit mindenki e, szorgalmasan eltanul egymástól, hogy akkor lesz jó a történet, hogyha az oldalas, minek hívják ezt csíknak, a végeit levágod, és az oda teszed mellé. És akkor egyszer csak szól a történet, valakinek így eszébe jut, hogy de mi a fenének kell ezt így csinálni? Tehát miért nem lehet meghagyni egyben az oldalast, és úgy, úgy elkezdeni sütni? És így elkezd végig menni a családon, akik ismerik a, a receptet, és mindenkit megkérdez, hogy figyelj, mi, miért kell levágni az a oldalas csík két végét? Nem tudom, így tanultam. Megy, 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 ezt el tudod képzelni, hogy megtörténik többször, és egyszer csak elérkezik egy, egy idős rokonhoz, aki így mondja, hogy Ja, hát egyszerűen annyi, hogy a nagymama, akitől mi mind tanultuk ezt a receptet, azért vágta le mindig az oldalasnak a, a végeit, mert egyszerűen nem volt elég hosszú tepsi. Érted? Tehát, hogy akkor még volt valamiféle öm, értelme annak, hogy levágom a két végét a, a az oldalasnak, mert nem fér bele a tepsibe. Viszont ha ezt úgy adom tovább, hogy le kell vágni készpont, és ezt senki nem kérdezi meg, hogy minek, akkor lényegében egy ilyen mágikus gondolkodás fog fölépülni, hogy biztos attól finom a, a családi kaja, hogy így van elkészítve. Szóval azt lásd ebből kérlek, hogy ilyen mágikus gondolkodást létrehozni egyáltalán nem csak a, a kutyázásban lehet, Viszont akkor, hogyha valami miatt elkezd a dolog nem működni, esélyed sincs korrigálni, és esélyed sincs problémát kezelni, addig, amíg nem érted, hogy mire szolgál az a tip, az, amit éppen kezdesz a gyakorlatban alkalmazni, és hogy az, amit csinálsz, az hogyan megoldás arra a problémára, Uh, amire uh, ezt így gyógyírként szánják. Mert hogyha érted, hogy mi a probléma, amit meg kell oldani, és érted, hogy ennek hogyan kéne működnie, akkor van esélyed beavatkozni, ha te azt tapasztalod, hogy ez neked valami miatt nem működik. És választhatsz másik megoldást, vagy tekerhetsz rajta egy picit ahhoz, hogy ez neked jobban működjön, vagy kényelmesebb legyen, és nem az lesz az egyetlen választásod, hogy vagy így csinálom, vagy sehogy, mert uh, nem látsz más lehetőséget, illetve nincs megértésed. Úgyhogy vidd el ebből a részből kérlek szépen azt, hogy a tippek és trükkök tök jók mindaddig amíg érted, hogy mi a probléma, amit igyekeznek megoldani, és azt is, hogy azon hogyan segít az, amit javasolnak csinálni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, és találkozzunk legközelebb.